Fűben fában orvosság címmel indult előadás sorozat június 6-án a Művelődési Házban. A 12 alkalmas kurzuson a résztvevők megismerhetik a természet által nyújtott orvosságokat, gyógyszert helyettesítő növényeket. A képzést vezető Bihar Nagybajomi Láposi Istvánné sok éve foglalkozik gyógyfüvekkel. Több mint 40 fajta növény gyűjtenek családjával, melyekből gyógyteákat, szörpöket, szirupokat, lekvárokat és ivóleveket készítenek. Én az alapokat édesanyámtól tanultam, és aztán, ahogy teltek az évek, mindig voltak olyan helyzetek, hogy a gyógynövények segítettek, és aztán ez egy folyamat, nagyon-nagyon sok ember keresett már meg, ahogy születtek a gyerekeim, unokáim, és aztán még több tudásra vágyik az ember, és így kezdtem el tanulni természetgyógyász iskolában, méghozzá, ugye én tartom, hogy semmi nincs véletlenül, az én tanítom Berettyó újfalusi születésű, méghozzá ő Daróczi Zoltán, úgyhogy a gyógynövények világát amúgy is egy különleges világnak tartom, és egy élethosszig tartó tanulás ez az egész, más életforma, aztán ebből szeretnék egy kis részt megmutatni az embereknek. Nagyon szeretném, ha minél több ember megismerni a gyógynövényeket, mert az életünk részévé válhat, és egészségesebbek leszünk tőle. Tehát a napi és a különböző élethelyzetekben nagyon-nagyon sokat segít nekünk a gyógynövény, és azt szeretném, hogyha nem csak a felnőttek, de a gyerekek is megismernék. Mai alkalmon miről lesz szó, miket hozott magával? Elmondom, hogy mi hogy élünk, mit csinálunk, mivel foglalkozunk, és aztán hoztam azért egy-két gyógynövényt is, amiről majd szeretnék beszélni. Most az orbáncfűt hoztam gyógynövényként, mert most virágzik, zsáját, abból több fajtát is, mert ugye nem mindenki ismeri, van olyan növény, amit kerti virágként, és a pongyola pittypongról, mert az egy nagyon különleges és különleges kötődés van hozzá, mert abból lett egy termékdíjas dzsemmünk, ő elnyerte Hajdú Bihar megye termékdíját, és ő nagyon-nagyon különleges tudással rendelkezik. Inkább így fogalmazok. Mivel én fontosnak tartom a növények közelségét, tehát megfogható legyen a növény, mindig hozom az idén növényeket, és ősztájékán megtervezünk egy nagy túrát itt kint a határba, a Kálóparton. Az előadás sorozat alkalmait egy éven keresztül havonta egyszer tartják. A következő kurzuson Láposi Istvánné az olajokkal, azok készítésével, illetve a különféle bőrbetegségekkel ismerteti meg a résztvevőket.